dönt, vagy majd kijövök belőle, vagy se, ugye? Na, édes kis picinyeim, ma elmegyek. Ja, úgyhogy nagy öröm lesz az a csapatnak, még nem. Olyan szakállat, jöjjétek, jó van. Na, néhány kérdésem azért. Máskor is. Tetszik tudni, hogy csak annak az embernek nincs a szívébe félelem a haláltól, akinek üdv bizonyossága van? Ami azt jelenti, hogy tudom, hogy kinek hittem, tudom, hogy nekem helyet késztem, és én haza fogok menni. Édesapám délelőtt 10 órakor vasárnap még prédikált, és életében először egy éneket, ami mindig kezdőjének volt, a végére tett. És az ének így hangzik, hogy vajon színed elejébe mikor jutok élő Isten? Na most, amikor az ember énekli, nem tudja, hogy ma este 6 órakor. Fogalma sincs róla, hogy úgy döntött az Úr, hogy te most énekled ezt 10-kor, fiam, 6 órakor nálam jelentkezel. Elment egy egyházmegyei bírósági ülésre, mert tanácsbíró volt, egy fiatal lelkészt akartak megfosztani a palástjától, mert a felesége elvált tőle, és azt mondta apám, hogy nincs bennetek irgalom. És leszavazták. Amikor hazajött, kocsival jött haza, az autóba infarktust kapott. Holland vendégeink voltak, végigment végig a lakáson, és mondta anyukának, hogy Emike, nagyon-nagyon rosszul vagyok. Mi odakint futballoztunk, ugye az apánk eleje tejében volt, 76 évesen, gyönyörű, olyan ember volt, hogy bejön egy fény lenne. A békesség, a szeretet. Amikor meghalt, és a család összeért is beszélgettünk, 6 gyerek, 6 testvérek vagyunk, de 6 testvérek, hogy ki szerette a legjobban, mindegyikünk úgy gondolt, hogy őt szerette a legjobban. Szóval úgy szeretni, hogy mindenki azt érezze, hogy őt a legjobban, azért az valami ember feletti. És ő így szeretett. Na és amikor anyuka jött, hogy azonnal kórházba kell vinni édesapátokat, gyorsan lefürödtünk, de 2 percen belül már tettünk az autóba, bevittünk a délpesti kórházba, és a portás, tetszik tudni mekkora úr, élet-halálúra nem mehetnek be. És amíg elmentünk hátra a mentők bejáratához, a rabka meghalt. Fogta a kezemet, megszorította, várva szólt, nem szólt. Ilyenkor még az ember egy jó pár percig mindent hall. Mindent hall. Anyukor sírdogált mellette, és én mentem be, ugye vitték be, újra próbálták újraéleszteni, de már Isten nem engedte meg. Elszólította és hazavitte. És ott voltam a temetésén, az egyik oldalról valami elképesztő fájdalom, mert az én apám családfejedelem volt. Ő még az igazi klasszikus családfejedelem. Most ez én vagyok odahaza. Mert családfejedelemnek lenni kell. És a másik oldalon pedig ott ott bennem az öröm, akiről beszélt, akit szeretett, ahhoz tért haza. És ez volt a lelkünk békessége. Adatott, áldás volt, emlékezete is áldott, és hazatért. Ugye Pál apostol mondja, hogy úgy szeretnék már elköltözni, de miattatok nem lehet. El szabad mondani itt egy, hogy néz ki egy családi karácsony nálunk? Elmondhatom? Nem való?
elhoztam, mert nekem ez le van mindig írva. Úgyhogy bárki belelészhet. Tehát azt mondja, hogy Szent Este 2009. december 20, ez a legutolsó, december 24-én, és itt a templomi istentisztelet leírva, itt pedig kezdődik a családom karácsonya. A feleségemnek, Károly fiamnak, Gergő fiamnak, Judit lányomnak, Eszter lányomnak, János és Laci fiamnak, és a kis menyemnek. Mindnek igét. El fogom olvasni, hogy milyen áldó igéket kaptak. Tessék elképzelni, hogy ott vagyunk együtt, a család, és akkor az apa, aki a család papja, megszólítja a saját feleségét, hogy hoztam, az Isten üzenetét neked. Tehát nem a hétköznapi beszéd, hanem hoztam az Isten üzenetét. Tudjátok, egyszerűen az egész család ráhangolódik az Isten szent lelke által az Istenre. Mert az Isten beszél velük. Csak van egy ember, akin keresztül hangot ad a szónak. Nem tudom, hogy tetszene karácsonyozni. Nem tudom, hogy nézett ki a családjuk. Nem tudom, hogy élték az életüket. Azt tudom, hogy kell. Én azt tudom, hogy kell élni ezt az életet. A feleségem azt kapta, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Azt mozgassa a lelketeket, ami a Krisztus Jézust is, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban van. És nézz vissza a párom, hogy az életem jobbik része. Mert egy fantasztikus szent, egy elképesztő szolgálatkész, akinek 6 gyereke van, vagy több gyereke, tudja, hogy naponta az 4 mosógép ruha. Mert a mai gyerek fölveszi reggel, lerúgja, amikor megjön délután, és átöltözik estére. El kell látni őket. Én nem tudom megtenni azt, mint mások, hogy vendéglőbe járjak. Mi főzünk, mert az olcsó. Igaz, sokkal több időt igényel. És áll velem szembe, és érzékelem a lelkét, ahogy befogadja az Istennek a beszédét. Tudjátok, a házasság titka, hogy lesznek ketten egy test és egy lélek. Nagyon sok házasságban sose lett a férj és feleség egy lélek. Pedig az a titka az egésznek. Mert hogy tudom jól szeretni, ha nem ismerem a lelkét? Honnan tudom, hogy mi játszódik le benne? Ha nem vagyok tekintettel pont a lelkére. Az Istennek az az egyik ajándéka, hogy megtanít bennünket az Isten ismeretre, az ördög ismeretre, a bűn ismeretre, az ember ismeretre és az önismeretre. Ezt mind megtanítja. Igéjével és szent lelkével. És ettől kezdve vagyok én érzékű ember, aki érzékeli, mi történik a másik lelkében. Nagyon sok férfit ismerek, hogy akkora bunkó, ha fölhasogatnám, egy hétig lehetne tüzelni belőle. Semmi érzéke nincs a lélekhez. De hadd mondjak valamit, a nők között is sok van. Érzéketlenek, elképesztő. Tessék? Biztos ez meg. Igen. Ha van anya-lánya viszony, akkor tetszenek megtudni, hogy hogy tud vágni
a nőnek a nyelve. Ahelyett, hogy a lány oda simulna az anyjának az akaratához, lenne a segítsége, lenne a jobb keze, lenne a szeme, füle, mindene, ehelyett egy ellenkező pozíciót vesz föl, és csak bánt. És ütköző zónán áll, anyja meg a lánya. És a mai világban nem tudják, hogy mit kell csinálni. Ezeket a szembeforduló lelkeket meg kell tanulni másként szeretni. Mert a szembefordulás mögött mindig szeretet hiány van, csak ezt ma már senki nem tudja. Lesz belőle ítélet, még nagyobb szakadás, még nagyobb szakadék, mert nem értenek egymás lelkéhez. És akkor itt az elsőszülött fiam, Dál Károlyom, egy hallatlan nagy igazság érzetű ember. Akinek nagy igazság érzete van, az azt ki szokta mondani. És mit kap Istentől ígért? Az Isten békessége uralkodjék a te szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, Krisztus békessége, legyen a döntő bíró a te szívedben. Ó, valaki szereti a békességet? Igen? Komolyan tetszik mondani? A nem unalmas az? És nincs olyan, aki szereti, hogyha lehet ösztörögni egy kicsit? Egy kicsit odavágni a nyelvemmel, egy kicsit megítélni valakit, és akkor a lélek azt mondja, hogy jó, megmondtam neki, ha megérdem. Drága asszony, testvérek, nagyon otthon vagyunk, látom a témában. Ne engedd át az uralmat Jézus Krisztus helyett az érzéseid felett másnak. Persze, hogy mit jelent ez? Ne engedd át az uralmat az érzéseid felett másnak. Vannak olyan lelkek, akik mindig panaszkodnak. Úgy teli vannak önmagukkal, hogy nem is tudnak mást. Jaj, tudod, mi történt velem? Kit érdekel? De ő nem érdekli, a másikat nem érdekli, csak önmagáról beszél. Esett az eső, és a fülcimpámat megállt. Képzeld el, ugye? És a másik azt elképzelem. Na és? Nem tud másról beszélni, csak önmagáról. Az azt jelenti, hogy nincs a szívének más ura, csak önmaga. Ő egyedül van. Nem is jó társaságban, saját maga társasága nem jó, mert panaszkodik. Nem elégíti meg. Azt mondta egyszer nekem valaki, hogy ha egyedül vagy, nem unatkozol. Nem. Én jó társaságban vagyok. Nem unatkozom. Én nekem van kivel beszélni. Nem tudom, melyikőtök ismeri, drága szerelmeteseim, azt, hogy imádkozom. Amikor Isten szent lelke ráhangolja az embernek a gondolatait önön akaratára, és én már nem azt imádkozom, hogy én terveztem volt mondani, hanem Isten szent lelke vezetés alatt azt imádkozom, amit ő akar mondatni velem. A legtöbb ember nem engedi meg, hogy Isten szent lelke vezesse a gondolatait. Nem engedi meg. Most kicsit ezt félreteszem, nem azért, mert abba hagyom, csak félretni. Van egy kérdésem. A magyar mesékben van egy ilyen aranyhalas mese. Tetszenek ismerni? Ez a három kívánság. Nagy tisztelt az, hogy kéne, tessék megtenni velük, hogy egyik reggel meglepi őket, hogy mindegyik kezébe ad egy papírt, és mindenki hozzon tónak, és irassa fel velük a három kívánságokat.
nincs fogalma, milyen zavarban lesznek. Mert melyik három? Mit kívánjak? Mi a legfontosabb? Mit szeretnék? De az a helyzet, hogy az ember nem is szokott foglalkozni vele, hogy Istentől mit szeretne. Jó, hadd menjem. Van egy hallatlan, aktív fiam, de most így fogalmazza. Aktív. Tehát azt jelenti, hogy amikor le kell feküdni, ő akkor is aktívkodik még, mert pörögnek a gondolatai, tervez, elképesztő, értelmes ember. Mi az igéje? Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Tulajdoni jogot gyakorol feletted az Isten, nem engedi, hogy téged adjanak, vegyenek. Hadd mondjam ezt, hogy tulajdon jogot gyakorol feletted az Isten. Mit jelent ez? Isten rendelkezik életünkkel, legalábbis úgy lenne jó. Kinek van gyereke? Nem. Meddig tetszettek tulajdonjogot gyakorolni felettük? Meddig lehet egy gyerek felett tulajdonjogot gyakorolni? Hát amit pelenkában van biztos, mert veszem, ahol akarom. Ugye? De amikor eléri a másfél évet és elkezd beszélni, és bejelenti azt, hogy valamire, hogy nem, attól kezdve nem tulajdonjogot gyakorol az ember, csak próbálja. Aztán jön, amikor kitépi az ember kezéből a kezét, akkor már 2 éves, és mondja, hogy egyedül. Egyedül. Tulajdonjogot gyakorol. Az Isten meg tudja tenni. Mi egy darabig igen, aztán kiderül önálló akarat. Uram, bocsánat, más látásmód. Egészen másfelé való vágyakozás, és nem tulajdon jog lesz, hanem örül az ember, ha látja a gyerekét, ha eljön hozzá, meglátogatja. Mert nem is kaptuk tulajdonba őket. Nincs elég levegő? De van. Igen. Tehát nem kaptuk a gyerekeinket tulajdonba, csak nevelésre, felnevelésre. A tulajdonjogot az Isten gyakorolja felettük. Ezért van, hogy minden élet, akit kapok, az nekem ajándék. Na most, amikor valaki attól fél, ugye ma az embereket adják, veszik. A politika is ezt csinálja. Megfizetlek, tulajdonba veszlek, és nekem fogsz engedelmeskedni. Ha nem engedelmeskedsz, kinyírlak. Tehát embereket ma ez a világ tulajdonba veszi. Az Isten meg azt mondja, hogy nem engedem, hogy fölötted más gyakorolja a tulajdonjogot, azt jelenti, érdekes, más ment ki és más jött vissza. Hát ez a trükköd. Áldás vétesség. Igen. Igen. Na hát. A lányomnak az a dolog, hogy Isten szeretik, minden javukra szolgál. A hithez nem elég az, hogy a hit tárgya megbízható legyen, mármint az Isten, hanem szükség, hogy a hívő is megbízható legyen. De tessék, hogy ott állok, a Judit lányom, ő egy különleges teremtés, őt kaptam a vigasztalást gyerekeként, apuka halála után. És néz rám. És tudja, hogy miről beszélek neki, és ott áll előttem engedelmeskedni akaró lélekkel
az Isten vigasztalásaként adott lányom. Karácsony. Csak érzékeltetni akarom, hogy ennek légköre van. Ennek szentsége van. Amikor véget ért, végigmondtam mindenkinek a maga igéjét. Ja, és van egy gyönyörű szép kis menyem. Tudjátok, mi volt az igéje? Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki, mert az egész föld királya az Isten. És nézd rám, ő egy másik világból érkezett a családunkba, aki nem hallott evangéliumot, és nézd rám, hogy a király engem. Ezt most itt hagyhatom nyugodtan, és mondom akkor neked. Amikor azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, az azt jelenti, hogy nem fejeztem be. Én tervezem veled a holnapot, és akkor is szeretni foglak, mert bennem nincs változás, sem változás árnyéka. És amikor te be fogod csukni a szemed, és azt fogod imádkozni, hogy Úr Jézus, tarts meg engem, akkor meg fogom simogatni az arcodat, és azt fogom mondani, hogy ne félj, mert veled vagyok. Ne félj, el nem hagylak téged. Egy pillanatra sem hagylak el téged. Az emberek elhagyhatnak, én soha. Mert én hűséges Istened vagyok. Amikor beteg vagy, és néznek rád, hogy hát szegény beteg, meg hogy miket gondolnak az emberek. Tüdőembóliám volt, és mentem vissza szolgálni, igét hirdetni, ott pedig mondja, hogy de rosszul tetszik kinézni. Én meg arra gondoltam, hogy nagyon nyers ember vagy te, hallod-e? Én is látom a tükörben, hogy nézek ki. Mondtam, még összecsapta a két kezét az arcát, hogy jaj, megtetszik halni. Mondom, megbízom. Megbízom. Hát az emberek, hogy miket gondolnak, ha az ember beteg? Már mind temeti, látja a koporsót, hogy ezt viszi. És hogy néz az Isten? Fölkészítem, bölcsé teszem, és az úton végig vele vagyok. Át fog jönni velem majd a földi életem útján, átjön velem a földi halál útján, és átjön velem az örök életre, hiszen ezért kerestem meg. Ezért beszéltem a szívére, és elmondtam neki, hogy az enyém. És készítek egy nagy mennyegzőt. Egy nagy mennyegzőt. És ő neki van helye. Azt is én készítettem. Örökkévaló szeretettel szerettelek. Nem ideig való szeretettel. Nem tartok a bibliórát itt reggelenként. Csak beszélgetünk egy kicsit. Igaz, hogy legtöbbet én, de önző típus vagyok, ugye? Nagyon. Várj, egy kinkos hallgatok. Nagyon szeressük. Kedvesek nagyon. Még a Laci fiamat, ő egy az édesanyjára hasonlító német vérű valaki öntörvénnyel. Öntörvénnyel. Amikor valamelyik fiú öntörvényű, ha most ezt magyaráznom kell, akkor nagyon szégyelném magam, mert itt mindenki tudja, mit jelent, ha valaki öntörvényű. Semmi gond, hát ez van. Ez van. És ennek a fiúnak pedig azt kellett elmondanom, egy feje magasabb nálam. Ide tessék, képzeld a Laci szőke fejét, egy csupa szív ember különben. Kőkemény, de csupa szív. A kettő valahogy együtt szokott működni.
És azt mondja Isten neki, hogy becses vagy nekem. Az érzetek és az érzelmek nem az értelem uralma alatt születnek. Ne légy játékszere kicsapongó érzelmeknek, feszültségeknek. Isten azt mondja, becses vagy nekem, terveztem veled, és megáldalak széged. És tudjátok, én apa vagyok. Az apának a dolga, hogy beszéljen a fiakkal. Az apának a dolga, hogy felügyelje a lelküket. Legyen a lelkek felvigyázója. És engedelmes szeretnék lenni az én uramnak. Nem több, csak engedelmes. Tudjátok, nem akarnak elmenni otthon magyarokon. Valahogy a csomárban otthon érzik magukat. De majd, ha én elmegyek az én uramhoz haza, én hiszem, hogy mindegyik egy jó családképet visz tovább. Az otthon. És ugye ez a legfontosabb. Hogy valahol a mennyei világ szeretete visszatükröződjön itt, mi bennünk. A kérdés, fölösleges-e a te életed? Van-e szükség rád? Van-e értelme minden reggel fölkelni, megmosakodni, felöltözni, magadért elvenni, vásárolni vagy magadat ellátni, élni akarni, életbe maradni? Van-e értelme? Mindegyikötök szíve föltette már ezt a kérdést. Mindegyikötök szembenéz vele. És nem engedem meg most, hogy te válaszolj rá, testvérem. Az Isten válaszát akarom, hogy halld. Azért alkottalak, és azért teremtettelek, hogy megmutassam te rajtad az én irgalmasságom. Magamnak alkottalak. Kiszabtam életed idejét. Nem te, én, mondja az Isten. És azt akarom, hogy megismerj engem. Azt akarom, hogy teljesen bízz bennem. Mert úgy döntöttem, hogy győztessé teszlek téged a hitben és az életben. És amikor majd mi becsukjuk a szemünket, és gondolkodnak rólunk, az emberek azt mondják, de ez hit. És a hit meg nem csalattatik. Nem vagy fölösleges. Még az Isten munkálkodik benned. Még az Isten szeretgetni akar. Még többet akar adni, mint amit te terveznél. És azt akarja, hogy megismerve az ő kegyelmét, mérhetetlen békességre és élő reménységre juss. Nem vagyok egyedül. De sok mindent kéne mondani, de 30 perc már rég lejárt. Megkérdi valaki, te ezt a prédikált az apa? Nem, soha. Csak ide jött beszélgetett és elment. Jó. Milyen messze van az Isten?
egy imádságira. Egy imádságira. Bármikor elérheted. Bármikor. Sőt, akarja is, hogy te imádkozz. Az, hogy kiálts hozzám a nyomorúság idején, én meghallgatlak, megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Akarom, hogy minden helyen hozzám kiáltsanak az emberek. Nem kell smucinknak lenni az imádsága meg a kiáltással. Egyszer jött egy... Nekem az a különös kiváltságom, hogy akármilyen furán tetszenek gondolkodni róla, én nagyon szeretem az őszhajúakat. Mert annyi minden van már belepakolva az életükbe. Annyi mindenem mentek keresztül. Annyi jót és rosszat láttak. És én tudom, hogy a lélek élete az a szeretet által van. És nincs más dolgom, mint szeretgetni. Egyen-egyenként mindegyiküket. Nem érdekel, hogy milyen. Nem érdekel, hogy hogy élt. Mit törölök én azzal? Engem egy dolog érdekel, hogy itt az én parancsom, hogy ahogy az Isten szeret engem, én is szeretgesselek titeket egy picit. Hát, ha erő támad belőle. Már pedig támad. Erő támad belőle. Azt mondja, hogy odahajolt a gyávoltalanok imádságához, és azoknak könyörgését meg nem vetette. Tudsz időnként gyávoltalan lenni? Drága testvére. Olyan kis anyátlan, apátlan árva, mondom a feleségemnek, hogy elmentek előlünk a mi szüleink. Mi vagyunk a következő lépés. Mi indulunk haza. De ameddig vagyunk, addig a ránk bízottaknak egyfajta védőpajzs vagyunk. Vagyunk előttük, és vagyunk értük. Amiket hordozunk. Aztán majd Isten megneveli őket is, és amikor minket lehárt majd velük, akkor ők lesznek a pajzs, és ők lesznek az imádságban hordozók a rájuk bízottakért. Ez így működik. Olyan szomorú tetszik időnként lenni. De... Figyelek, mikor valaki elfelejt figyelni magára, és hirtelen befelé kezd elnézni. Mindegyik őjüket láttam már így, mióta itt vagyok a héten. Hogy itt ül, és itt hagyott minket. Azt tetszik tudni, hogy kinyom a kezét. Mondok egy imádságot most. Úr Jézus Krisztus, te úgy döntöd.